Sziasztok! Ez a videó egy olyan videó lesz, ami még eddig sosem volt a csatornánkon, ugyanis egy könyvajánlót készítek el most nektek, mivel a nyáron elolvastam 4 könyvet, és azelőtt még tavasszal 2-t, ezekről szeretnék egy kicsit beszélni, illetve ajánlani nektek. Nem tudom, sosem voltam az az olvasós lány, igazából szeretek olvasni, de nálam az a helyzet, hogyha egy könyv túl hosszú, akkor a végére megunom, és már nem olyan szívesen olvasom el. De aztán rájöttem, hogy ez könyvfüggő, hogyha találok egy olyan történetet, általában majd látni is fogjátok, hogy olyan könyveket választok, amik filmben is megvannak, hogy elolvashassam és aztán megnézhessem. Szóval, hogyha találok egy ilyen jó könyvet, akkor viszont nagyon szívesen olvasom el, pont ezért gyűlt össze ennyi minden, és még beszélnék majd egy 7. könyvről is, amit el akarok még olvasni, vagy hát el akartam, csak nem volt rá így időm, és ezt a videót pedig mindenképpen el akartam készíteni. Úgyhogy időrendben haladnék, hogy mit olvastam először, és kezdjük is. Az első könyv még A csillagaimban a hiba volt, és erről nem akarok sokat beszélni, csak épp, hogy megemlítem, hogy amúgy elolvastam, mert még volt egy tavaszi kedvences, vagy már nem is tudom milyen videónk Pannival, és abban szerintem ő is elmondta a véleményét róla. Ezt még szerintem vagy egy 4-5 hónapja olvastam el, és természetesen sírtam is rajta, mert nagyon-nagyon szomorú. Annyit mondanék azoknak, akik nem ismerik, hogy ez egy szomorú, romantikus történet, viszont nagyon jól van megírva, nagyon tetszik, hogy nem részletez annyira dolgokat, hanem csak úgy történnek az események, meg az érzelmek, és nem a leírásokkal megy el az egész könyv, úgyhogy ezt mindenképp ajánlom azoknak, akiket ez most így érdekel, de tudom, hogy nagyon sokan már ismeritek. Aztán a Vissza hozzád című könyvnek az írója Nicholas Sparks, aki a Szerelmünk lapjait írta, meg a Szerencsecsillagot, meg az Utolsó dal, meg a Menedéket, szóval iszonyú sok könyvet írt, és ezek mind nagyon híresek, illetve majdnem mindegyikből van már film is, és azok is nagyon híresek, úgyhogy ez is egy romantikus történet, és ő legtöbbször romantikus történeteket szokott írni. Amúgy tudom, hogy egy másik videómban már említettem ezt a könyvet, szintén egy kedvencesben, mivel ezt is ugye már jó pár hónapjára olvastam, viszont ha már a könyveknél tartunk, gondoltam, akkor egyben legyen itt benne. Igazából ez is egy szomorú történet. Nem tudom, hogy melyik a szomorúbb, hogy az vagy ez. Nem tudom, miért mindig ilyen szomorú történeteket fogok ki. Ugrál jelen és jövő, vagy hát jelen és múlt között, mivel, ahogyan a borítón is látjátok, itt van a szerelmes pár felnőttként, itt pedig fiatalként, viszont az életük az így elágazik, és aztán később újra találkoznak, tehát így ez a lényege, hogy úgy mutat be egy párt, hogy a múltjuk volt ugye a kezdete a kapcsolatnak, aztán széllyel váltak útjaik, és utána pedig újra természetesen egymásba esnek. Szóval ezekről tudom, hogy nem mondtam sok mindent, viszont most kicsit részletezném a következő 4 könyvet, mert ezeket most olvastam így a nyáron. A Tökéletes kémiát, ezt még egy barátnőm adta kölcsön, és ez is egy romantikus történet. Az a vicces, hogy nagyon tetszett, pedig nem annyira szeretem azokat a történeteket, amik ennyire alapok. Természetesen van egy rossz fiú benne, akinek a családja, meg a társaság, ami bekeveredik, az eléggé bajos. És ott van a szőke, világos bőrű lányka, aki tökéletes tanuló, és nagyon szép, és mindenki oda van érte. Tehát így alapból egy ilyen tök alap sztori, egy tök tipikus szituáció, viszont mégis, ahogyan olvassa az ember, azért történnek meglepő dolgok, meg az egész így izgalmas az, hogy nekik hogy alakul a sorsuk, természetesen egymásba szeretnek, annak ellenére, hogy az elején nem jönnek ki jól. Szerintem, aki az ilyen romantikusabb könyveket szereti, az mindenképp olvassa el, mert tényleg nagyon izgalmas így a végére, és bárkivel beszéltem, aki már olvasta, azok is mondták, hogy tényleg tetszett nekik ez a történet. Viszont film nincsen belőle, amit eléggé sajnálok, mert szívesen megnézném, de a borítón, akik találhatóak emberek, vagy hát a srác és a csaj, ők, nem tudom, megkérték őket egy fotózásra, hogy egy könyvborítón legyenek, de filmre már nem. Szóval sajnos ebben nincsen film. Aztán a szülinapomra kaptam a Lánya vonaton című könyvet, ami amúgy most nagyon-nagyon felkapott lett, ugyanis a Libriben is láttam, hogy rajta van az első 10-es listán, így kirakva magasra a polcokra. Nagyon-nagyon tetszett a történet. Ez most nem egy romantikus regény lesz, úgyhogy bárkinek nagyon ajánlom. Na most nem tudom, hogy ismeritek-e a Holtodiglan című filmet, mert hogyha azt tetszett nektek, akkor ez is tetszeni fog.
hogy őszinte legyek, nekem a Haltodiglan film tetszett, bár a végére már nagyon megutáltam majdnem az összes szereplőt, viszont valamilyen szinten történetben hasonlít ez is, ugyanis ez Rachelről, egy vonaton utazó lányról szól, ő a lánya vonaton. Egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete, mert hogy van egy házas pár, akiket mindig megfigyel az állomásról, ahogy így a házukba így belát, és nem akarok semmit spoilerezni, a lényeg, hogy lát egy olyan dolgot, amiből később ő a házas párnak az életének a része lesz. Amikor Rachelnek a szemszögéből olvasunk, akkor az eléggé lehangoló, ugyanis ő alkoholista, eléggé negatívan tudja látni a dolgokat. Úgyhogy pont ezért ez mindenféle érzelmet kivált belőlünk ez a könyv, viszont tényleg annyira meglepő dolgok vannak benne, mint ahogy a Haltodiglan című filmben is, hogy csak így olvasod, így a végén is, és nem hiszed el, hogy kitette, meg mit tett, meg miért. Úgyhogy tényleg megértem azt, hogy a ranglistára került, mert nagyon izgalmas. Film még nincsen belőle, de hogyha jól tudom, akkor majd lesz. Amúgy azt nézem, hogy ez egy 2015-ös könyv, igen, tehát pont azért most jött ki, úgyhogy a film az készül belőle, de nagyon izgalmas, és mindenkinek ajánlom. Ezután jött az Ízek imák szerelmek, a nagymamám adta kölcsön, és én akkor még a filmet nem láttam. Tudtam kb. Hogy miről szól, de a filmet még nem láttam akkor, amikor ezt elkezdtem olvasni. A legeslegjobban azt tetszett benne, hogy ez egy igaz történet. Tehát az írónő, Elizabeth Gilbert, aki magáról írja ezt, és minden szó igaz benne. Miután az élete úgymond tönkre megy, hogy elvált, és elvesztette a vagyonát, és boldogtalan, és Istent keresi eközben, akkor úgy dönt, hogy egy évre elutazik különböző országokba. Először Itáliába, aztán Indiába, és végül Indonéziába tölt 4-4-4 hónapot, tehát így összesen egy évet, és pont azért Ízek imák szerelmek, mert Olaszországban eszik egy jót, az imák azok Indiában az Istenét követi, és nagyon sokat imádkozik, meg meditál, és a végén pedig természetesen szerelemre lel Indonéziában. Egyrésztről nagyon érdekes könyv volt. Nem használnám rá azt a szót, hogy izgalmas, mert persze ebben is voltak olyan részek, amik mondjuk meglepőek, vagy érdekesek, de nem feltétlenül olyan pörgősek az események, és nem a cselekménye az, ami magával ragadja az embert, hanem az, ahogyan leírja az írónő, amúgy zseniális módon, azt, hogy a lelkében mi megy végig. Tehát igazából egy lelki utat jár be az egy év alatt. Szerintem azért hasznos elolvasni, mert miután ez egy igaz történet, tényleg segített valakinek, és szerintem nekünk is segíthet, nem csak egy olyan utazás, ami valójában történik velünk, hanem egy olyan, ami egy könyv által történik. Az Indonéziában lévő részek voltak a kedvenceim, azok voltak a legizgalmasabbak, és persze ott talál rá a szerelem is, úgyhogy nem úgy kell felfogni, mint egy szerelmes regényt, hanem tényleg egy ilyen lelki utazás. És aztán megnéztem a filmet, ami amúgy kb. 2,5 órás, sokan mondták, hogy a film nem olyan jó, és szerintem sem volt olyan jó, de nem tudom megmondani, hogy mi volt a baja, mert amúgy nem az, hogy túl sok mindent változtattak rajta, hanem inkább csak pont ez, amit mondtam, hogy ez a könyv, ezt olvasni jó, és úgy átélni így magadban is, meg úgy átérezni az egészet, ezt egy film nem annyira tudja visszaadni, mert ugye a cselekménye az nem olyan, ami úgy egy filmen keresztül annyira érdekes lenne, de persze, hogyha mindenképp nézzétek meg, miután elolvastátok, és hogyha nektek tetszik, akkor az sem baj. Úgyhogy ez volt az utolsó előtti könyv, és végül az utolsó könyv az a Fekete ruhás nő, amit egy barátnőmtől kaptam szintén kölcsön. Mindig kölcsön kapok könyveket, úgyhogy tök jó. De ez egy horror történet. Film is készült belőle kb. Egy éve, vagy kettő. Tényleg egy horror történet. Szellemek meg minden van benne, de könyvben ezt nem tudja nagyon átadni, legalábbis én nem ijedtem meg a könyvben, nem is tudtam nagyon úgy beleélni magamat, és örültem neki, hogy ennyire vékony, mert így legalább hamar vége lett. Én nem azt mondom, hogy egy szar történet, egyáltalán nem, csak engem annyira nem ragadott magával, és hát az volt a legfurább, hogy 170 oldalas, és a 120. oldalnál voltam, amikor nem történt még semmi, ami ijesztő, csak úgy csinálta az a főszereplő a dolgait, meg így ment össze-vissza, és hallott pár ijesztő dolgot, de egyedül a végén
van egy olyan dolog, ami nagyon meglepő, és ami így az egésznek egy ilyen óriási csattanót ad. Már csak ezért is érdemes amúgy elolvasni, mert 170 oldal végül is nem olyan sok, a csattanó miatt olvassátok el. Ezután én megnéztem a filmet. Hát a kettő, mintha egy más történet lenne, teljesen más az egész, tehát a könyvben a főszereplő, aki ugye a Harry Potter, neki van egy mennyasszonya, és készül elvenni, és még nincsen gyereke, csak a történet legvégén lesz gyereke. A filmben már nincsen felesége, mert meghalt, amikor a gyerekük született, mert hogy a filmben, mikor mindez a történet, így a szellemtörténet végigjátszódik vele, akkor neki közben már van egy fia. Nem volt sem véres, sem úgy lelkileg ijesztő, inkább az, hogy ugye jó, amikor megy a zene, és hirtelen így bevágnak egy ijesztő szellemet oda, vagy egy fekete ruhás nőt, vagy valami, akkor persze, akkor megijed az ember, mert ki ne ijedne meg, amikor így hirtelen elé vágnak valamilyen ijesztő képet, de amúgy nem olyan volt, hogy utána nem tudtam aludni, mert hogy jaj, ne jön a fekete ruhás nő, tehát igazából, hogyha van rá módotok, akkor olvassátok el, és legyen róla egy saját véleményetek, ugyanúgy a filmről is. Úgyhogy ezek lettek volna a könyvek, amiket én elolvastam most. Direkt nem akartam belemenni annyira a részletekbe, mert nem akartam spoilerezni egyik részt sem. A hetedik könyv pedig a Papírvárosok, amit el akartam olvasni. Meg is van a húgomnak, csak ő most elutazott és magával vitte. Így nem tudtam elolvasni, és mint mondtam, ezt a videót már el akartam készíteni, mert nem akartam tovább húzni. Amúgy én a Papírvárosokat láttam moziban. Ugye ugyanaz az író írta, aki a Csillagainkban a hibát is. És nem tudom, hogy fogalmazni, szerintem ez már csak az én külön hülyeségem, nekem annyira nem tetszett. Azért nem tetszett annyira, mert nem, azt hittem, jó, nem azt mondom, hogy mindennek szerelmes történetnek kell lennie, és ettől sem vártam, hogy az legyen, csak értelmetlen volt az, hogy akkor az elején milyen aranyosan együtt játszik a két gyerek, aztán a közepén, jaj, de jó, végre a srác odáig van a lányért, és végre egy kicsit úgy összehozza őket a sors, hogy csinálnak közösen valamit, és tök jó kalandokban van részük. Aztán a lány eltűnik, és a srác a haverjaival elkezdi ugye őt keresni, és pont ezért az egész történet nem magáról a lányról szól, hanem a srácról és a barátairól. És a végén nem akarok lelőni semmit, és így olyan nehéz róla beszélni, na mindegy, nekem a vége egy kicsit csalódás volt, vagy hát nem értettem, hogy most arra alapozza az egészet, hogy keressük meg a lányt, találjuk meg a lányt, és legyünk boldogok a lánnyal. Aztán a végén rájössz, hogy nem is ez volt az egésznek a lényege, és pont ezért egy kicsit úgy furán érintett, vagy hát meglepett. De ettől függetlenül a könyvet el szeretném olvasni, mert annyira odáig van érte mindenki, hogy lehet, hogy a könyv alapján egy kicsit majd más lesz róla a véleményem, vagy más hatással lesz rám, úgyhogy azt is azért majd ajánlom nektek. Bár ott is csináljátok azt, hogy előbb olvassátok el, és csak aztán a film, nehogy nektek is egy kicsit úgy csalódást okozzam. Úgyhogy ezek lettek volna azok a könyvek, amiket én elolvastam, és kérlek titeket, hogyha bármi kedvenc könyvetek van, akkor azt írjátok le nekem kommentben, mert szeretnék még többet elolvasni, és hogyha összegyűlik még, vagy nem tudom, 5-10 könyv, amiket ajánlatok nekem, és elolvasom, akkor azokról is tudok majd egy ilyen kis beszámolót tartani. Úgyhogy olvassatok sokat, mert sokkal jobb, mint filmet nézni, vagy sorozatozni. Jó, nem mondom, hogy sokkal jobb, de az is ugyanolyan jó tud lenni, főleg, hogyha ilyen izgalmas történeteket olvastok, úgyhogy kérlek, hogy osszátok meg majd velem is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!